Gyerekek az ásványrárói hallépcsőnél. Az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság a legfiatalabbak figyelmét is szeretné felhívni arra, hogy a sziget közegykor fontos élőhely volt a víza számára. Ezért készült el ez a sziluett is, amely egy 1958 májusában itt kifogott 230 centis és 102 kilós példánynak állít emléket. Ezzel azt szerettük volna demonstrálni, hogy régi időkben az vizák ide jártak ívni, tehát ez egy hagyományos, komoly, a vizák számára nagyon fontos élőhely volt, és nyilván nekünk az a feladatunk, hogy ezt a élőhelyet a korábbiaknak megfelelő formában megőrizzük, rehabilitáljuk, és hát reméljük majd azt, hogy egyszer majd újra visszatérnek ide. A vízügyi igazgatóság nyugalmazott főmérnök elmondta, ezek a halak már a dinoszauruszok korában is léteztek. A Fekete-tengerben táplálkoznak, onnan indulnak el a Duna felső szakaszára szaporodó helyet keresni, egy ideje azonban már nem látni őket a sziget közben. Az eltűnésének több oka is van. Ugye egyrészt az első nagy oka az volt, hogy túlhalászás volt, illetőleg a rapsicok, tehát az orvhalászok az ikrájáért, a kaviárért pusztították, horzsázták, túlhalázták az állományt. Később jött be ugye az askapó erőmű építése, nem tudtak eljutni most már az ívóhelyükre, tényleges ívóhelyükre, és a vízszennyezés is probléma volt még a Dunának a korábbi években. Ma az jelenti számukra a legnagyobb gondot, hogy eljussanak az ívóhelyükre. Az igazgatóság területén már több halátjáró épült, a végleges megoldáshoz azonban nemzetközi összefogásra van szükség. A szakemberek most azon dolgoznak, hogy a vaskapu szorost is átjárhatóvá tegyék a vizák számára. A háborúkat is például a régi időkben a víza vonulásához rendelték, hiszen táplálékforrásként a hadseregnek, ugye az volt az, amikor a vizák vonulás, akkor tényleg nagy mennyiségben vonultak, akkor ez ilyen szempontból is jelentősége volt neki. Sziget közben is sok vizát fogtak. Például a Szőgye település, ugye annak a neve egy halfogó eszköz, vízafogó eszközről lett elnevezve. Így néznek ki ezek a kecsegék. Akárcsak a víza, a kecsege is a tokfélék családjába tartozik. Ezért a kisdiákok ennek a fajnak 100 előnevelt példányát engedhették szabadon a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei szövetségének jóvoltából.